Ma 80 éve rendezték Magyarországon az első versenyautós magyar nagydíjat, az 1936-os futamot tízezrek szurkolták végig a néplégeti pályán, ahol olasz győzelem született Alfa Romeo-val, de volt magyar klasszis pilóta is Mazeráti kormány mögött a mezőnyben. Múlt idézés következik négyesipál Pál és Vámosi Péter motorsport szakértő segítségével. Jó reggelt kívánok uraim, szervusztok! Jó reggelt! Kezdjük ott, hogy igazából Miért éppen a népliget lett így 80 évvel ezelőtt a magyar autóversenyzésnek ez a határköve, ez a bölcsője? Kerestek olyan helyszínt, ahol ezek a nagy teljesítményű gépek ki tudják futni a formájukat, hiszen már akkor is 200-220 h órával mentek, addig inkább a Budai-hegyekben rendeztek versenyeket. De Ugye a, a Schwab-hegy például. Schwab hegy igen. hármas határhegy, Gugger-hegy, ami ma Látóhegy néven fut ilyen jellegű versenyt ott nem lehetett rendezni, úgyhogy ezért kerestek egy másfajta helyszínt, és a Népliget ideálisnak bizonyult. Ö, akkor felvetültek egyébként más lehetőségek, és vizsgáltak más lehetőséget, ö, hogyha azt nézzük, hogy egy ilyenfajta nagy versenynek, ilyen sebesség mellett még ö, milyen bázisai lehettek volna a magyar autóversenyzés akkori állapotában? Elképzelhető, de mivel nem maradtak fenn a jegyzőkönyvek, úgyhogy erre biztosan. Csak arról tudunk, választani. hogy a népléget hogy a népléget Hát tudunk, hogy végül az lett igen. Na most, hogyha arra emlékszünk, hogy Bernie lesz amikor először tárgyalt arról, hogy lesz magyar nagydíj és még a, a Kádár rendszer vezetőivel keresgélt a lehetőséget, akkor magyarod előtt felvetődött az, hogy a városligetben ugye legyen egy, egy városi pálya ott menjenek el a, a versenyautók az állatkert a Széchenyi fürdő előtt is. Neki meg lehetett már ez a népligeti előkép? Kronológia úgy nézett ki a dolog, hogy Ecclestonnak az eredeti ötlete egyébként az volt, hogy a budai várban legyen, kicsit hasonló körülmények között, mint most hétvégén volt Bakuban. Kifejezetten tetszett neki az a dolog, hogy egy vasfüggöny mögötti országban viszont ennyire nívós helyszín. Erről sikerült lebeszélni, mert egyszerűen nem vállalta a magyar vezetés. Akkor jött valóban szóra először a Városliget, mert ott egyébként a 60-as években eléggé komoly túrautó és motoros versenyek voltak jellemzők. És egyébként tudhatott róla, ugyanis 1969-ben Niki Lauda, aki ugye versenyzője volt, még Formula V autóval versenyzett a népligetben, tehát akár innen is tudhatott róla, és egyébként a magyar főváros vezetése javasolt először a városligetet, nagyon tetszett neki, az volt a probléma, hogy hát fákat kellett volna kivágni. Így jött aztán szóra akkor már klasszikusnak mondható népliget, Végül is vég, ezt is elvetették. Tehát, tehát akkor is ott a Népliget felvetődött. Így van, uh -huh. felvetődött, uh -huh. tehát 84. január 24-én Schmidt Pál kijelentette, hogy 85-ben már pedig ott futam lesz. Uh, aztán a, népligetben. Élet, a Népligetben. A uh Népligetben -huh. és végül Hungaroring lett ugye az ismert okokból. Ugye eredetileg egyébként uh, Szovjetunióban szeretett volna Eccleston versenyt, nem jött össze. Uh, Horvátországba szeretett volna ugye a akkori felesége, horvát szépség királynő volt Slavika, az sem jött össze, és hát így, így aztán hozzánk került a uh, Akkoriban uh, a magyar autósport milyen állapotban volt? Tehát uh, mi hogy vettünk részt ebbe a uh, Grand Prix sorozatba, Grand Slambe, ebbe, a, uh, amiben egyébként nem, ez nem számított bele hivatalos versenyként, igaz? Uh, hát az a helyzet, hogy Akkoriban ez egy kicsit más volt, mint a mai Forma 1 futam. Akkor még nem volt akkori Eccleston. Akkor még nem volt Ekleston, nem volt FIA, helyette volt az AIACR, cr tehát az Elismert Autóklubok Nemzetközi Szövetsége, amelynek a Királyi Magyar Automobilklub is a tagja volt. Magyarországon egyébként ez az egész automobilizmus, ez egy marginális jelenség volt. Tehát ezer emberre jutott fél autó, tehát nagyon kevés autó volt. És, egy... az ura, és az urak sportja volt, nem? Elsősorban az uraké, de voltak hölgyversenyzők is. Ki lehet emelni például Somogyi Nusit, Somogyi Annát, aki egy színésznő volt, és emellett előszeretettel versenyzett is. De elsősorban valóban a férfiak sportja a férfiak volt. Ki? De ugyanakkor az urakat úgy is érthetjük, hogy arisztokratikus sportnak számított? Ö, részben arisztokraták versenyeztek, részben úgy mondhatnánk mai szóval, hogy menővállalkozók. Mm. Tehát ők voltak azok, a Hartmann Lászlót is ideértve, akiknek... De aki ezen a versenyen is indult, aki és ezen egy, a versenyen egy híres is indult, magyar versenyző volt. Igen, akiknek meg volt az anyagi hátterük ahhoz, hogy ezt a kétség kívül eléggé drága sportot űzzék. És a hát Hartmann László, aki magán színekben indult ezen a népligeti versenyem, volt a két világháború között az egyetlen olyan magyar, aki eredményesen szerepelt, indult és szerepelt nemzetközi nagy díjfutamokon, annyira eredményesen, hogy a Mazerati autógyár gyári tesztpilótának is alkalmazta, és több versenyen is adott neki olyan autót, ami a legmenőbb, legutolsó. Tulajdonképpen kvázi, mintha egy Forma pilóta lenne a mai világban, igaz? Azt lehet mondani, igen. Azt lehet mondani, igen. Na most ennek a népligeti pályának a mai maradéka, hogyha ott a nyomait szeretnénk kutatni és keresni, ez milyen állapotban van? kifejezetten rossz jelen pillanatban. Az utolsó nagyon komoly verseny túrautó szinten 1972-ben futották ott egyébként, de 80-as években is még talán 86-ban a Magyar Rali ob nak gyakorlatilag gyorsasági szakasza még zajlott ott. de igen, egy komplett pályarenováció mindenképpen ráférne, és bízunk benne, hogy adott esetben ez fog történni, nem pedig úgy, mint Nelson Piké pályájával, Brazíliában, ahol most a Rioi olimpia miatt úgy az egészet komplett bedöntötték. Úgyhogy egyébként némi átalakítás után és még a fák kimélésével is pont például a Formula E versenyekre kifejezetten alkalmas lehet, mert zöld környezet, megfelelő olyan teljesítményű, olyan autók, amiknek nem problémás az, hogy ha adott esetben ilyen 8-14,5 méter széles csak a pálya, meg lehetne oldani, amennyire tudom, talán már meg is van a kellő akarat hozzá. De előbb-utóbb akkor lehet, hogy származó kell a nosztalgia ilyen módon is. Így van mindenképpen, de ami ami érdekes hasznosítása lehetne még, emellett persze építsék újra a sörcsarnokot is, az, hogyha pont concord elegance jelleggel régi veteren autók minimum felvonulhatnának évente egyszer-kétszer ott. Uh -huh. Mai szemmel egyébként ez a népligeti versenypálya, ez a nyomvonal az akkori versenyekben milyen nehézségű volt? Igazából ö, olyan szempontból kifejezetten ideális pályának mondható, hogy könnyen volt megközelíthető, csak 5 km volt, tehát akkoriban azért inkább adott esetben még 15-20 kilométeres pályák is voltak, ugye induljunk ki a Nürburgringből Nordschleife-vel Notch, együtt. Uh, technikásnak mindenképpen technikás volt, ahogy ugye a hungaroring is, úgy látszik ez egy ilyen magyar specialitás, Uh, annyit érdemes még mindenképpen elmondani, hogy, hogy teljesen új réteget kapott uh, 1936 tavaszán a teljes pálya, illetve egy héttel a rajt előtt még a, a rajci legyenest újra aszfaltozták, hogy, hogy biztosan jó legyen az egész. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igazából csak akarat kérdés az, hogy mikor lehet ismét uh -huh. plusz egy újabb szentélye a magyar motorsportnak Budapest szívében. Na no, hát és akkor az is beszéltem, mert itt ez a 80. évforduló egy jó apropó rám, ugye eljött annak a nagy nap, ez a június 21-e, nagy meleg volt, de ez gondolom nem zavarta a tömeget, amelyetre többféle best is van. Mennyien lehettek pontosan ezen a futamon? Van olyan újság, amelyik 100 látogatóról számolt be, mások 60 ről lényegében ez mindegy. Nagyon sokan voltak kíváncsiak arra, hogy eljöjjenek a nemzetközi menők. Dacára annak ugye, hogy az autósport az úrisport volt, nagyon sok embert érdekelt ez a dolog, és eljött az összes nemzetközileg jelentős csapat, teljes létszámába felvonult az Autónium Brigád, maga Ferdinand Porsche professzor is eljött, Jött a Mercedes gyári csapat, előtt az Alfa-Romeo, tehát akik számítottak... Hát De alapvetően akkoriban ők képviselték Mercedes, a, a, ugye az, ez az Audi előtt volt, igaza? Hát az Auto Union, mondhatjuk, hogy Audi előtt, azért van a négy karika jelvény az Audi orrán, mert négy autógyárból született meg az autó unión, jelenleg az Audi az egyetlen, ami ebből létezik és a birodalmi Németország, Hitler Németország az autóversenyzést azt kiemelten fontosnak tartotta, támogatta ezeket a gyári csapatokat. Mégis a hatalmas hátszél ellenére a Népligetben alfa róma nyert. Alfa nyert. Mm -hmm. Mert ő az olaszok meg hagyományosan, és már akkor is a maguk, lássuk, hatna mazerátiát, márkáikkal ott voltak az élvonalban. Ez, jó, ez egy izgalmas, jó verseny volt? Igen ez egy nagyon jó verseny volt, a favorit volt Ben Rosemeyer autónionnal, azonban ő részben beteg volt, meg más problémák is voltak, de becsülettel végig küzdött ezt az elég hosszú távot, és elég sokáig vezetett is, és a végén sikerült Novalárinak megelőznie, és elsőnek befutnia. Ez volt 80 éve, de ennek a, a nagy mi volt, vagy mi nem volt a folytatása? Akkor. A, az volt a terv, hogy 1937-ben is lesz nagy díj. Tehát Magyarországon nem maradtak fenn jegyzőkönyvek, de az FIA archívumában azért vannak hiányosan, de meg vannak a jegyzőkönyvek, tehát volt terv, volt terv korábban is, tehát hogy már 35-ben lesz, de aztán végül 36-ban lesz, 37, ez végül nem jött össze, maradtak ezek a nemzetközi túrautak, és végül is a nemzetközi szintére, tehát ilyen hasonló jelentőségű rendezvényre. 1958-ban került ismét sor, amikor a Városligetben a motorkerékpár nagy díj betét futamaként megrendezett autós nagy díjon már nemzetközi mezőnyvet vett részt. Jó kellett várni, de mondjuk akkor ezek szerint Péter azzal kiegyezne a, a, a szakma, a rajongók, a autók szerelmesei, hogy amikor a 85. évfordulóra lenne egy ilyen népegeti pálya újra, igaz? Mindenképpen, és gyakorlatilag van is olyan széria, hogy előbb említettem a Formula E, amelyeknek koncepciójába abszolút mértékben belefér. Tehát ők kifejezetten mindig belvárosi helyszínt keresnek, ráadásul ez egy épített pálya. Tehát annyira még közlekedésileg sem borítaná meg a város menetrendjét egy adott esetben két napra, mint mondjuk bármelyik más jelenlegi helyszínen. Ugyanakkor meg kifejezetten érdekes a, a környezet, tehát tündérpalota, Uh, adott esetben ugye hmm. akkor Grupa Maréna, tehát régi és új épületek, én azt gondolom, hogy, hogy egy méltó helyszínt lehetne csinálni belőle, ahol pont Magyarország autós múltját is, meg egyetlen építészeti kultúráját is be lehetne mutatni, ugyanakkor meg hát nyilván a legújabb épületeinket is, uh, a lakók meg bírják ki egy napra. Hát meglátjuk a tradíció adót, meglátjuk, hogy mire eh, mennek ezekkel a tervekkel. Uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, Köszönjük. szépen.